már csak a kedves kollégát nem látják, de majd mondom, hogy mit mondott. Nekem már másodszor volt szerencsém műsort vezetni tavaly a Medinai Művészeti Napokon, úgyhogy minden jellegű átszerénységgel mondhatom, vagy szerénységgel, hogy talán azért már ismernek az itt ülők, de nem biztos. De láttak már, vagy gondolom, köszönöm szépen, tehát hogy kanyarodjunk is, mert hogy tetszik egyébként Medina? Gyönyörűséges. Azt tűnt föl először is, hogy mennyire rendezett és tiszta. És nem? Nem olyan, olyan, mint valami üdülő falu, tényleg, mint hogyha a Balatonparton lennék egy ilyen turista paradicsomban. Most láttuk a kastélyt is, meg láttuk a biofarmot a kisfiam legnagyobb örömére. Tehát, hogyha a kicsik nagyon unatkoznak, valahol kim van a kisfiam, lehet vele játszani. Csak 15 hónapos, de már egészen szépen tud játszadozni. De ő nem fáradt el egyébként? Mert ugye kint voltunk a biofarmon, én is kint voltam, és föl, le. Hát állatokat látott. Tehát bementünk a nyuszikhoz, megnéztük, a macskák voltak a főnyeremények, ott volt vagy 15 macska, fölmászott mindenféle szalmabálára, kergette a macskákat, meg a nagy coca, azt tetszett neki. A 250 kilós? 250 kilós. 250 kilós nagy coca, az nagyon tetszett neki. És ugye mondtad, hogy olyan, mintha bejönni egy üdülő faluba, és mi az első benyomás, amikor az emberekkel találkozott? Tehát, hogyha mondjuk elmegyek valahova, azért azt is le lehet szűrni, hogy azért mosolyognak, mert vendég jött, vagy azért mosolyognak, mert meghívott vendég jött, vagy, vagy valami. Mi volt az első ilyen benyomásod? Hát az a helyzet, hogy most így találkoztam először az emberekkel, de mert hát ugye a farmon, a farm tulajdonosával találkoztam, és ismerősökkel találkoztam rögtön, amikor megérkeztem, viszont a pálinka nagyon finom volt, amit kaptunk, ami itteni, és a kolbász is. A kisfiam megevett, vagy három szelet kolbászt azonnal, úgyhogy ahol a pálinka és a kolbász jó, az rossz hely nem lehet. Úgyhogy az már oda költözhető hely. Akkor meg volt a háztáj, meg volt a hazai. Igen, minden abszolút, végig kóstolva. Igen. Jó. Milyen sokat utazol? Mennyit járod az országot? Tehát azért benyomás van bőven, gondolom, akar. Tehát akár a koncerteken, akár a fellépéseken, vagy hogyha mondjuk pihenni mész, vagy bármi. Kicsi gyermekkorom óta utazom, tehát a szüleim is pedagógusok voltak, és vagyis hát még mindig pedagógusok, és utaztuk a világot mindenfelé. Először is az országot, igen, de mivel vannak rokonaink kint Amerikában is, meg Angliában is, amikor tehettük, vagy meghívást kaptunk, akkor oda is mehettünk, vagyis hát kivitettek minket oda, és 8 éves koromban láttam először Amerikát, sajnos azért, mert anyukámnak műtétre volt szüksége, és akkor csak ott lehetett megműteni, és kimentem Amerikába, és akkor volt van némi összehasonlításom a tanyai élettel, ugyanis én Orgoványon laktam nagyon sokáig, aztán Bugac pusztán, tehát ilyen tényleg a következő szomszéd az láthatatlan távolságban volt. Mi voltunk a pesti gyerekek, mert én Pesten születtem, és akkor utána az óvodában felvettem egy, hát igazából egy tájjellegű, egy tájszólást. Úgy mentem egyik nap haza az óvodából, hogy tájszólásba beszéltünk, és nem tudták hova tenni a szüleim. És elkezdtünk költözni, pedagógus lakókban laktunk, ami úgy nézett ki, hogy tanyán egy ilyen nagyobb épület, együtt lakott ugye a pedagógus házaspár, esetleg a gyerekeink, és volt egy vagy két kis épület, ahol pedig tanultak a gyerekek, ilyen egyosztályos. És ezek már ilyen elhagyatott pedagógus lakók voltak, és oda költöztünk mi. És óriási nagy kerttel, és amikor megérkeztünk, akkor a szomszédok hozták mindig ugye a háztáit, és így kaptunk így a kezünkben, mi pestiek, mondjuk így két csirkét. Tuff! És így egyszer ki volt írva, az egyik tanítványától anyukám kapott, az volt odaírva a lépcsőnkre, hogy párosztatási kis törpe. És így igazából azt se tudtuk, hogy milyen törpe, meg hogy mit jelent az, hogy párosztatási kis törpe. Ez ilyen picike kis a tyúk volt, a kis fekete, az hogy hívják a kisebbek? Igen. Na, és akkor nagyon örültünk neki, hogy azt se tudtuk, mit kell vele csinálni, és így szabadon engedtük. És a testvéremmel, az Annéne Barbizban a gitáros, az volt a feladatunk, hogy megkeressük, hogy hova tojtak a tyúkok, ugye, hogy hol a tojás. Úgyhogy ez volt a gyerekeinknek a feladata, aztán megtanultuk ültetni a csirkéket, aztán lett kecskénk, amit szintén nem tudtuk, hogy kell kezelni. És egy olyan 3 évbe telt, mire végre meg tudtuk fejni a kecskét. Kecsketejet ittunk, kecskesajtot készítettek a szüleim. Viszont amikor már le kellett vágni a kecskét, mert nagyon beteg volt, meg kinek hívták, akkor mindenképpen akkor a szomszédainkat hívtuk segítségül, mert se tyúkot nem mertünk vágni, nem tudtunk vágni, meg a kecskékhez sem értettünk, és nem is mertük levágni.
Úgyhogy igen, a tanási élettel voltak kihívások. Na most két dologra kanyarodjunk vissza. Na. Az egyik az, hogy ugye pesti is voltál, igen, ahogy mondtad, és akkor mondjuk én elképzelem, hogy kotkodálok akast a keleti pályáról, valamint ti hazajöttetek, és akkor valaki pöttyös labdát kap, Anna meg kukorékoló kakasokat, nem, csibéket. Tehát mi Pestről leköltöztünk vidékre, és ott is laktunk. Tehát nem ott csak oda jár. Persze, egy tanyán, ez a pedagógus lak, az ott volt tanyán. Ja, folyamatosan ott laktatok. Az elhagyott tanyasi lakást, ezt megkaptuk a pedagógus lakot, ott mi házi bulikat szerveztünk az elhagyott részbe. Mekkora élet lehetett, nem? Élet a tanyán. Igen, igazából mi hívtuk oda, az általános iskolások voltunk, akkor még picikék voltunk. És ez a tájnyelv, ez melyiket vetted föl, mondjuk a szögödit, vagy melyiket? Meg nem tudom mondani, de még most is lehet hallani. Én nem hallom magamon, de van, amikor, majd szóljanak, amikor így észre lehet venni, vannak olyan szavak, amit máshogy mondok. És nem magánhangzókon lehet hallani. Nekem is így rámutatnak, hogy na, ott az micsoda volt. És te felvettél egy tájszólást, ami óvodában, ami veled maradt? Igen, amire nincs magyarázat. Szerintem megtetszett. Mondjuk megmagyarázhatatlan tartom azt is, hogy valaki óviskorában eldönt, hogy fölvesz egy tájszólást. Biztos nem úgy volt, hogy bementem, és akkor mit kéne csinálni, vegyünk fel egy tájszólást, és akkor Janika olyan szép tájszólásba vesz, és akkor mondd már. Nem, de valahogy ez rám ragadt. Én nem tudom, megtetszett a hangzása, az öngéje is. És a zene? Hogy kapcsolódott be a zene? A zene az úgy kapcsolódott be, hogy nekem a felmenőim, tehát a nagypapám, ő baptista prédikátor, a déd nagypapám szintén, ő a magyarországi baptista havilapnak az elindítója, és hát teológusok vannak a családban. És a nagypapám nagyon szépen hegedült, valamint vallásos témájú énekeket írt. És a másik ágon pedig a mostoha apukám, aki a testvéremnek az apukája, ők meg gitároztak, lantoztak, nagyon-nagyon szépen énekeltek, és valahogy ez így nálunk összeért, a pulpitus, meg a zenélés, és hát én egy picit ilyen fekete bárányként szintén zenész lettem, valamelyes prédikátor. Én úgy szeretem, hát, hogyha ebben mások is kiegyeznek, így talán az életet szeretem prédikálni, az élet szeretetét. Mondjuk... Amikor én utána olvasgattam, nagyon sok interjút elolvastam, ez szerintem minden interjúból kijön. Igen? Iszonyatosan átjön minden, de komolyan. Tehát az, hogy az élet szeretete, tehát te tipikusan az a csaj vagy, akit ha letesznek a pusztába, ugyanúgy el van a pusztában, a fantasztikus világában, mint hogyha letennének a városban. Tehát nem tudom rólad elképzelni, hogy azt mondod, hogy fúj, büdös nagyváros, vagy fúj, hülye vidék. Tehát ez abszolút átjön. Tehát ez, mondjuk ez nyilvánvalóan kellettek ilyen benyomások, ilyen impressziók ugye gyerekkorból, de szerinted mi lehet ennek a titka? Örülni mindennek, így igazából hurrá optimistának lenni, kisüt a nap, akkor jaj, de ha esik az eső, akkor az a jó. Meg nem tudnám mondani, de szerintem sokban hozzájárult ez az életszemlélethez az, hogy én tanyán lakhattam. Uh-huh. És ott tényleg az volt, hogy a tesommal kéz a kézben kimentünk a pusztába, és ott bogaráztunk, babráltunk, sütött ránk a nap. A kukoricásban bujkáltunk, akkor csináltunk ilyen kukoricababákat, forgattunk bogarak életéről, még az ilyen fölhúzós filmfelvevővel, rendes filmre, akkor mi bunkert építettünk, űrrakéta kilövő állomást, tehát ott nagyon nagy terünk volt, és akkor a fácánok szinte az órunk előtt szálltak föl, tehát idáig ért akkor nekünk hát nem is tudom, a gaz volt leginkább a kertünkbe, és mentünk, kergetőskéztünk a kertben, és emlékszem, hogy a szívünk megállt, amikor tényleg 5 centire az órunk előtt, egy fácán felszállt. De ehhez így hozzászoktunk, és impulzusok értek minket. Az illatok, a levegő, az eső. Emlékszem, hogy amikor először lementünk, láttuk, hogy a szomszédnak van egy hatalmas nagy úszómedencéje, gondoltuk mi. És hát ugye jó pestiek, föl voltunk szerelve felfújható gumimatraccal, ilyen kis kacsával, amit mindenféle békaúszó, karúszóval. És akkor mi felszerelkeztünk, és húztuk kisgyerekként magunk mögött ezeket a zacskókat, megyünk a szomszéd medencébe. Na már akkor a fél órája ott pancsoltunk, hogy feltűnő volt, egy olyan 15-20 centis az egész, és úgy kentük magunkra a nemes iszapot, meg dobálóztunk. És a szomszéd, emlékszem, hogy ott állt ki, fűszál volt a szája, és nagyon nézett ránk, és röhögött rajtunk.
Hát az a helyzet, hogy szerintem az iszapnak a mennyisége az egy kicsit kevesebb volt, mint a... Hát ez egy kacsaúsztató volt. Tehát nyilvánvalóan... Igen. Nemesebb volt az iszap, mint amire számítottunk. Gyógyászati hatásai mik voltak? Remek jó. Hát ezért ilyen nagy az életszeretetem többnyire, mert ezt a nemes iszapot gyakran kentem. Aztán volt olyan, hogy megsértődtünk, mert megtiltották nekünk, hogy űrállomásokat építsünk, tulajdonképpen a pottyantós budi tetejéből. Uh-huh. Azt ott kinéztem, hogy az nagyon szerettem. Tehát lefele már van egy galaxis, az nyilvánvaló. De... Pont úgy nézett ki ez a pici pottyantós WC, mert ugye rendes teteje volt, és úgy nézett ki, hogyha derékig beleültünk a tetőbe, és levettük a cserepeket róla, mint a Csillagok háborújában az Y-bombázó. És így idáig beültünk a WC tetejébe, és amikor jöttek haza a szüleink, és hogy hol vagytok, gyerekek? Itt vagyunk, de hol? Itt a budin. Tulajdonképpen idáig kilátszottunk a WC-ből, az volt az Y-bombázó, és volt egy nagy galaxis, ami pedig a melléképület, ahol lovakat tartottak előttünk, annak a tetejét mi ilyen, hát kerék, hogy hívják a tárcsa fényező, férfiak tudják, tárcsa fényező, spré. Na, azzal befújtuk az egész padlást ezüstre, az egy nagyon drága spray. Lehet tudni, apukám arra tartogatta, hogyha majd a Volkswagenünket ezt kicsinosít, akkor ezüst lett az egész, és a nagy épületnek a kéménye mellett is kiszedtük, ugye ki kellett valahogy jutni a kéményre, kiszedtük a cserepeket, és az volt a bázis. És akkor a különböző szerszámokat... Bocsánat, az öcsém közben mondta, Anna, ez ebből baj lesz? Vagy nem? Nem volt nem, ilyen? Az öcsémnek nem volt választása, nem volt, én voltam a kiképző. Tehát én bátorságpróbát tartottam neki, ami annyiból állt, hogy ki kellett mászni a kéményre tulajdonképpen, és akkor ott énekelgetni. És erre is hazajöttek egyszer. Hallod, szegény, nincs itt valahol? Öcskös valahol, hogy... Az idő megszépíti, én tudom, de... Nem, volt egy nagy... Elmeséltek, ez egy kegyetlen gyermek történet volt. Mi kimentünk, volt egy kálvária a falunk kívül. És hát amikor már ment le a nap, akkor mentünk ki, mert igazi bátorságpróba. És hát ugye a kálvárián egy körbe kell menni, és akkor kis keresztek vannak, és akkor megvan ennek a szertartása, amit én nem tudtam, hogy van. Azt tudtam, hogy láttam, hogy előttem a nénik mennek körbe, és mindenhol megállnak, kis virág, ima. És hát nagyon félelmetesnek nézett ki, mert templom is olyan sötét van, és különben is még a hó esett meg, hogy pocsolyák be voltak fagyva, és mondtam az öcsémnek, ha ezt kibírjuk, akkor minden rendben lesz. És így kimentünk, és közben így mondtam, hogy hát ez borzasztó félelmetes, és hogyha az összes kereszten végig megyünk és hazamegyünk utána, akkor nagyon erősek leszünk. És az egyik keresztnél olyan vizes volt a föld, és így megsüppett alattunk. És mondtam, hogy jönnek a halottak, és elkezdtünk rohanni hazafelé. És azt hagyján, hogy én gyorsabban futottam, de még jégen is futottunk. Mentünk a jégen, ilyen kisebb jeges tócsákon, és a testvérem elkezdett sírni, hogy hát ő nem tud olyan gyorsan futni, és mondtam, hogy na most kezdődik a bátorságpróba, mert nem szabad hátranézni, viszont twistelni kell a jégen, és akkor akik utánunk futnak, azok nem érnek el minket, és énekelni kell, hogy kriptában csörögnek a halottak, egymás csukszemére taposnak. Most szegény testvérem, aki most már nagy terpeszes rock'n'rollos gitáros, az Annette Barbizma mellettem üvölt, és tényleg semmitől sem fél ezek után, szépen ott twistelt, hátra nem mert nézni, és azt énekelt, hogy kriptába csörögnek a halottak. Fenyő Miklós meg elégedetten, na ez. Szóval ilyen bátorságpróbákat készítettem én elő neki. Ez nem mutatkozik, hogy ezek a gyerekkori élmények, mondjuk ez a twistelős a halottak elő, ez például nincs benne valamelyik számotok, bár most nagyon kíváncsi vagyok, nem? De remekül mozog a testvérem azóta is. Úgykor néztem, hogy még azért van hátul egy kis mozgás. Nem, az pont nem. Rengeteg fiatal koromban írt vers bekerült például. 14 évesen írtam azt hiszem az első olyan verset, ami már versnek mondható, és a tavalyi albumba bekerült. Az egyik ilyen nagyon-nagyon korai vers, ami szerintem abszolút még most is... Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha idéznél belőle. Picit átalakítva. Repként került be, különben engem úgy vettek föl a Károly Gáspár Református Egyetem angol bölcsész szakára, hogy én az egyik angol rappemet mondtam el, kicsit veretesebben, mint a rappet, így nem mutogattam, hanem kiálltam, és akkor így elszavartam tulajdonképpen. Let's talk about, yeah. Hát úgy, mint hogyha, hogy, mint
mondjuk nem angolul, hanem mint hogyha a Mici Mackót úgy mondaná, nem, hogy Mici Mackó fázik, aha, hanem Mici Mackó fázik, zik, zik, zik. És tulajdonképpen ezt így angolul a saját rappemet így elmondtam, és felvettek. Jó volt egy írásbeli része, ami jól sikerült, de a saját rappem megtette a hatását. És az, amit igazából azért vagyok nagyon büszke arra 15 éves koromban írt versre. Jaj, szegény. Ha ide akarsz ülni, itt van még hely. Gyere. Mondjak jobb sztorikat. Mert apukámnak 15 évesen odaadtam ezt a verses, úgynevezett verses kötetet, és ő később elárulta, hogy egyetemen tanított, és ugye anonim, név nélkül, de felolvasta a versemet. Ez jóval később derült ki. És ez a vers egy ilyen nagyon rövidke kis vers volt, első szerelemről szólt, és csak egy részletet tettem bele a mostani részbe, hogy akarom a bánatodat, rettegni az isteneid, akarom az illatodat, érezni az érzéseit, akarom a bánatodat könnyeiddel melegedni, még volt egy pár rész, és akarom az akaratod, vérezni a verésedet, szenvedni a szerelmedet. És ebből lett egy ilyen rap, egy ritmizált rész. Csak akinek ezt írtad, ő tudta, hogy ő kapott egy ilyen verset? Tehát igen, igen, tudta? Igen, igen, igen. Ő a mai napig a honlapunkat kezeli. Hoppá! Nagyon kedves barátunk, ismerősünk, és nagy első szerelem volt. És miért lett vége, vagy elkezdődött egyáltalán, vagy? Az a helyzet, hogy megismerkedtem az életem párjával és ármaim férfiével, és a kisgyermekem apukájával gimnázium utolsó osztályában, aki most is itt van, de lehet, hogy kiment a kisbubával, meg kiment. Összeismerkedtünk gimnáziumban. Egy zenekarban volt, egy Beatles feldolgozás zenekarban, és megnyerték a diákigazgató választást. És John Lennon volt, idáig ért a haja, ilyen kotos haja volt, és nagyon szégyellős volt, és mindig így a hajfüggönyén keresztül nézett föl, és úgy zongorázott. Én meg az első sorban visítottam tulajdonképpen, próbáltam a bugyimat magamon tartani, és majd bevett nem sokkal később engem ebbe a Beatles zenekarba csörgődobosnak. Mert ugye minden jó Beatles zenekarba kell egy csörgődobos. Két csörgődobos, a barátnőm is jöhetett. Kikötés volt, hogy cica nadrágba legyünk. Hoppá. Szépek voltatok? Igen, szépek? Igen. Mutatós volt a mutatós. Cica nadrág, maradjunk annyian. Úgyhogy vizuális, biodíszlet voltunk. Hoppá. Tehát akkor gyakorlatilag írtál egy verset az első nagy szerelmednek, akivel gyakorlatilag te szakítottál. Több verset is írtam neki, meg több verset is írtam általában. Ő nagyon sokat volt ki Görögországban, mert ő félig görög volt, félig magyar, és hát ez egy távkapcsolat volt, meg jóval idősebb is volt nálam, és valahogy az a kapcsolat egy picit kihűlt, meg ez a kapcsolat nagyon fellángolt. És ez a kapcsolat, ez lángol még most is? Olyan nagy a lángolásban van, hogy most gyönyörű szép, 15 hónapos kisbabánk van, igen, igen. És minden típusú érzelmet, mondjuk gondolom, de voltak innen nem biztos, ezért teszem fel a kérdést, hogy minden típusú érzelmet kiírsz magadból? Azt is, ami fáj, azt is, ami éppen... Abszolút? Abszolút, igen. Melyiket igen, egyszerűbb igen. Kiírni? Nekem azt mondta egyszer egy nagyon jó pszichológus ismerősöm, hogy eléggé szélsőséges vagyok, tehát mindenféle érzelmi megnyilvánulásaim is nagyon szélsőségesek, és én keresem is a szélsőségeket. És addig velem semmi baj nem lesz, amíg nekem van a színpad, ami egy olyan megnyilvánulási forma, mint a vadállatoknak, amikor túl hosszú ez a harapófoguk, és így koptatni kell egyszerűen nekik. Nekem olyan a színpad, tehát minden őrületemet fölvihetem oda, a problémáimat, a megfejtéseimet, a boldogságomat, és egyszerűen ez a nagyon nagy szélsőségesség, meg ez a nagy lángolás ott teret kap, és akkor én ezt átadhatom, van, aki beszáll ebbe, van, aki egyetért ezzel, van, aki odahoz ebbe a nagy lángolásba ő is egy kis rőzsét, és az ő lángolását is berakja, van, aki megtalálja a saját problémáját abban, amit én fölviszek a színpadra, esetleg a saját démonjait látja ott, és akkor ezekkel úgy beszélgetünk, nem csak legyőzzük, hanem ezeket a démonokat megjelenítjük, ezeket a félelem démonokat, és akkor ezekkel elbeszélgetünk, és már is kevésbé félelmetesek.
És azt mondta ez az ember, hogy amíg nekem van a színpad, addig nekem nem kell semmilyen zárt intézetbe lennem, úgyhogy könyörgöm. Úgyhogy ezt veszik, hogy hagyjanak engem zenélni, mert addig jó mindenkinek. Na most a színpadról, meg a színpadon történő megjelenésről arról még beszélgetni fogunk, most maradjunk egy picit a szövegnél. Ugye, tehát akkor abszolút kiírsz magadból mindent. Melyikről egyszerűbb írni? A fájdalmas dolgokról, vagy a jó dolgokról? Főleg egy olyan embernek, mint amilyen te vagy, aki ennyire szeret élni, aki ennyire szereted az életet. Van egy amerikai énekesnő, Macy Gray úgy hívják, és ő azt mondta, hogy hát eleve nem túl fair dolog nőnek születni, mert ugye mennyire fájdalmas például sok dolog között a szakítás. Mindig rossz, mindig a rövidebbet húzzuk általában, és nekünk sokkal mélyebben, tehát minket sokkal mélyebben érint meg egy szakítás. Viszont, ha az ember nő, és lehetősége van arra, hogy kiírja magából, akkor milyen fantasztikus jó nótát születnek. Na, én ezt a vonulat képviselem, tehát nekem minden egyes szakítás vagy fájdalmas kapcsolat, az tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy jaj, segítség, ez tényleg úgy fáj, mint hogy egy hatalmas tört, és még forgatják is, és jaj, de jó, hol egy papír, meg egy toll. Tehát egy picit így az egész életet így élem meg, hogy a hullámvasútnak ahhoz, hogy hihetetlen sebességgel le tudjon zuhanni a mélybe, föl kell menni a magasba, és amikor végre lenn vagyunk, és van egy olyan kicsit ilyen Heininger érzésünk, amikor nagyon mélyen vagyunk, annak is meg kell történni, és minél nagyobbak ezek a távolságok, annál érdekesebb a hullámvasút, maga az út. Tehát kisgyerekként mindig Rejtő Jenő karakternek képzeltem magam, Fülig Jimmynek. Ezt valahogy borítékoltam volna, komolyan mondom. Már akartam kérdezni, Fülig Jimmy? Fülig Jimmy, és hát ő volt olyan, hogy ezekben a kikötőkben, és rengeteg időzőjelbe tett kikötőben jártam a világon, London, New York, és hihetetlen helyeken laktam, és nem is értem, hogy nem maradtam ott valahol. Tehát én aztán nem vigyáztam magamra. Ezt én sem értem, hogy nem maradtál ott. Tehát 8 évesen kijutni Amerikába. Nem is úgy értem, hogy ott maradni, hogy ott élni, hanem hogy végleg ott maradni valamelyik sarokban. Tehát ja, hogy úgy? A Temze mélyén, stb. Igen. Én aztán nem mondom, hogy kerestem a bajt, de nagyon érdekelt minden. És abban benne volt az is, hogy azért nagyon elég érdekes helyekkel jártam, elég furcsa emberekkel találkoztam, elég veszélyes szituációkban, de én mivel Fülig Jimmy voltam, én voltam az utolsó, aki például, most nem tudom, hogy itt mennyire szabad, például mondjuk éjszakában rengeteget éltem, meg rengeteget dolgoztam, de én nagyon táncos voltam, gyermek ugye? Lehet jól tudom, diszkóban? Táncoltam én diszkóba, föl is léptem, reppeltem, és hát körülöttem azért az alvilág az elég vegyesen ott volt. Tehát például csak egy kis momentum, ülünk az öltözőbe, és akkor valaki azt mondja, hogy ki jössz velem a WC-re? És én meg néztem, hogy mit kacsingat, és mondtam, hogy nem kell pisilnem. És így később mondták, hogy ez tulajdonképpen, hát ott folyt a kábítószer is körülöttem, és ugye a WC-re menni, és az volt, hogy hát szeretnél-e valamit elfogyasztani velem. És én annyira naív voltam, pedig ilyen 20-25-30 éves koromban is körülöttem, ez mind így élt, és zubogott ez a hát tulajdonképpen a fertő közepében ültem, hogy én csak azt láttam, hogy lehet táncolni, és akkor újabb mozdulatok, és Janet Jackson, és Michael Jackson, és kigyúrni a breaktánc mozdulatokat. Tehát én 28 éves koromig szeszes italt sem fogyasztottam. Tehát én képes voltam mondjuk elmenni egy latin klubba barátokkal táncolni, mondjuk 12 órán keresztül, és én se egy kortyot nem ittam, kábítószert nem fogyasztottam, nem cigarettáztam, tehát így, és a latinó táncosokkal reggelig ott roptuk. És mi történt akkor, hogyha mondjuk mondták neked, hogy te Anna tudod, hogy ki volt ez? Nem tudom, miért ki volt, hát ő volt a keresztapa. Ja, olyan volt. Mallorca, nagy diszkó Mallorca, hatalmas nagy gigadiszkó, 5000 ember. Ez egy Mallorca, ugye egy ilyen turista központ, ahol nagyon olcsón lehet olyan jegyeket venni, all inclusive jegyeket, ami annyit jelent, hogy repülő, oda-vissza, ott szállás, korlátlan ital, ételfogyasztás és szeszes italfogyasztás. Na most ez úgy néz ki, hogy az angolok, akik így néznek ki, azok megérkeznek a repülővel, már akkor nem teljesen komplettek, és utána egy héten keresztül isznak. Vízezett piát isznak, és rendkívül nehéz szót érteni velük. Most ilyen helyeken mi szórakoztatóipart tűztünk, tehát két táncossal én reppeltem és énekeltem, és mi voltunk a giga fellépők az 5000 fős diszkóba, és szórólapokon rajta voltunk, amerikai sztár fellépők voltunk, mert mégse lehetett azt mondani, hogy magyarok, mert nem volt munkavállalási. Amerikai sztár fellépő, MC Jammin,
És nagyon szépen ment az egész évad, tehát az úgy nézett ki, hogy márciustól egészen októberig minden áldott este mi fölléptünk négyszer. Éjszaka 11-kor bementünk, reggel 4-kor haza. Nagyon fárasztó volt. És hogy visszatérjek az alvilágra, tehát a szemléletképpen, mi ott éltünk a táncosokkal együtt, és egyszer éjszaka fölébredtem, és valakinek volt kulcsa a lakásunkhoz. Bejött a lakásba ez az emberke, akiről kiderült, hogy ott a helyi díler volt, és kirabolta tulajdonképpen a hűtőszekrényünket. Tehát így odaült, kinyitotta, és éppen éhes volt, megevett mindent, amit ott mi fölhalmoztunk, és utána elindult a lányok szobája felé. Most én a nappaliban laktam, meg a teraszon, mert én szerettem a természet lágy elén aludni, és akkor így oda mentem hozzá, és kérdeztem Hozét, hogy szervusz Hozé, vajon miért tetted meg a tartalmát a hűtőnknek, a kolbászkáinkat, és miért tartasz épp a lányok szobája felé, akik ott egy szál bugyikába alszanak. És ő azt mondta, hogy ne szóljak bele, és különben is jobbnak látta volna, hogyha én vízszintesen fekszek a padlón, és meglökött. Most Hozé azt nem tudta, hogy én a kedvesem által ki voltam képezve, tehát sokat verekedtünk, boxolni tanított, meg én Angliában is nagyon sokat tanultam boxolni, kickboxolni. Úgyhogy Hozét megvertem. Önvédelemből. Várjál, hogy nézett ki Hozé? Hozé, azért, hát tegyük hozzá, hogy Hozé azt szerintem olyan 52 kiló volt. Tehát volt esélyem Hozéval, meg azért nem volt túl józan se. Úgyhogy Hozé meg én összefeszültünk, és akkor úgy addig birkoztunk, meg úgy téptük egymás haját, meg karmoltam őt, amíg úgy kituszkolódtunk valahogy az ajtón kívülről, és gyorsan bezártam az ajtót. Valamint, igen, Hozé dörömbölését azt így ignoráltam, de aznap este már nem volt állásom. Tehát az amerikai szupersztár ki volt MC Jammin, plakátozva, meg szórólapozva, a földön ott fújta a szél az én arcocskámat. Aznap este behívattak, és azt mondták, hogy itt van nálam a te papírod, és még egy hétig kénytelen vagy dolgozni azért, hogy visszaadjuk az útleveledet, viszont már nem vagy amerikai sztárfellépő, hanem elmész abba a picike kis kocsmába, ami ott van fönn a hegytetőn, és az angolok oda járnak inni, és ott fogsz táncolni hordón. És mondtam, hogy jó, hát akkor táncolunk hordón. És semmi baj nem volt a hordón táncolással, ott nagyon sok ukrán kollégina ropta. És egy komfortos kis hordóm lett nekem is, és 8x15 percet kellett partizenére táncolni, ami nem volt megerőltető, nem voltunk pucérak, tehát rendesen ruhába voltunk. Táncolgattunk, egy bökkenő volt, hogy éjszaka 12-kor azt a részt, ahol én voltam, a teraszt, azt bezárták. És ott kint nem volt zene. Viszont még volt 4x15 percem a hordón. És akkor roptam. Egy héten keresztül 4x15 percig zenére, 4x15 percig pedig zene nélkül. És mit oda képzelted, vagy mit csináltál ott a zenével? Hát így először vagy nyissatok egy ablakot, és akkor... Nem, zene. Hát így próbáltam ebből ilyen stand-up comedy-t csinálni, tehát ilyen Schoder Club, stb. Hogy így ültek, hát sokkal közelebb ültek az angolok hozzám, mint ti ültök, és akkor én egy hordón ott voltam, és nekik is kínos volt, meg nekem is, és úgy próbáltam ebből viccet csinálni, hogy a zene belül szól. Hát, ti nem halljátok, én hallom. És akkor így ezen elnevetgéltem úgy 2x-3x15 percig, és a negyedik 15 perc az a... És utána a második nap már úgy egészen mélyen átgondoltam az életemet, hogy merre felé tart, és hogy vajon ez ebből hogy kell. Volt egy nagyon mély pont, amikor ezt megalázónak éreztem, amikor kimentem, és akkor már egyáltalán nem tartották ők se viccesnek, és oda se néztek, és én ott voltam egy hordón, és próbáltam legyűrni a 15 percet. Szerintem arról beszélgettek, hogy ez a csaj mit szed. Nem, az látszott, hogy semmit nem szedek, mert... Jó. És az utolsó előtti nap, akkor még Hozé is megjelent, mert ez ugye egy magaslat erkély volt, és láttam a hömpölygő tömegben, hogy Hozé röhög az utcán. És így néz rám, hogy hello. Úgyhogy az utolsó este bementem, végre visszakaptam a repülőjegyemet, meg a papírjaimat, és még találkoztam Hozéval egyszer. És mit mondtál neki? Semmit, igazából semmit? Nem. Egyetlen egy pofont adtam még neki. Ennyi.
Most nem tudom, hogy nekem meglepő egyébként, vagy másodnak is meglepő, hogy visszakaptad az útlevelet. Mert azt gondolod, tehát most ugye itt vagy, tehát nyilvánvalóan nem haza kellett szöknöd, de azért én nem néztem volna ki ezekből az emberekből. Nem, ez azért nem az a nagyon mély, tehát a Mallorca az azért nem az a távol kelet, ahol elásnak. Tehát arany középút. Igen, ez egy teljesen korrekt európai szórakoztató központ. Tehát itt nagy nevű DJ-k vannak, tehát ez egy kultúrált hely, tehát ez nem ilyen lebúj diszkó, hanem ahhoz képest, diszkókhoz képest ez egy nívó. Tehát ott amerikai, angol, holland DJ-k lépnek föl, nagyon nagy énekesek, és mi se úgy voltunk ott, hogy kis bugyikába roptuk, hanem tényleg az volt, hogy nagyon-nagyon jó artisták voltak, nagyon jó live-ek, énekesek léptek föl, táncosok léptek föl, és hihetetlen fénytechnika, showtechnika, lézer volt. Tehát ez nem ilyen kis vergődősös, rudas táncos történet volt. Tehát ahhoz képest azért volt itt jelen mindenféle alvilág, de nívósabb volt, tehát itt nem lehetett csak úgy a homokba elásni embereket. És az Anna and the Barbies előtt mennyivel jöttél haza? Tehát gondolom, hogy nem az volt, hogy leszálltál a repülőről, és öcsi, annyi impulzusért, most gyorsan csináljunk egy zenekart, de azonnal, de tényleg mennyi időt telt el a kettő közt? 2004-ben alapítottuk meg testvéremmel az Anna and the Barbies, az most már lassan 10 éve, kicsit több mint 10 éve, és előtte nagyon sokat dolgoztunk mi már együtt. 93-ban mentem ki, 92-ben mentem ki Angliába, rögtön a gimnázium után. Felszálltam az egyik Attila Tours nevű buszra, ami lerobbant még Bécs előtt. Nem lerobbant, kigyulladt. A kedvesem anyukája itt van, lehet, hogy emlékszik is arra, amikor ugye hát a rettegő szülők föltették a csemetéket erre a buszra itt Budapesten, és így vártuk, hogy megérkezzen, mert késett eleve ez az Attila Tours busz, mert vissza is jött ugye Angliából, és így álltak a kis szokmókkal, meg a kis bőröndel, és így a busz így lassított, de nem állt meg. És így elment mellettem, és kiderült, rossz a fék. Tehát még mielőtt felszálltunk volna. Ez egy ilyen TS kapáló busz volt, tehát tulajdonképpen annyira olcsó volt a jel. És akkor jó, azért felszállunk, kicsit szerelték. És így próbáltam aludni kifelé, mellettem ülő kislány meg mondta, hogy ég a busz. Mondtam, hogy... De édes vagy. Biztos, hogy nem. És így hátranéztem, vagy hát én itt ültem, és így a sorok közt hátranéztem, és láttam, hogy füstöl. És akkor így néztem, hogy mi lesz, így még káromkodott a vezető, majd satufék, megálltunk, kiszálltunk, és lőn csoda, tényleg ég a busz. Lőn világosság és meleg. És akkor vártunk egy olyan 17 órát, amíg érkezett egy tényleg TS kapáló busz, ilyen, és ezzel érkeztünk meg Doverbe. Úgyhogy így érkeztem én el Angliába, volt 20 fontom, és még amikor átmentünk a csatornán, akkor így kérdeztem, hogy nincs-e valakinek valami ismerőse, hogy mégis mit csinálják Angliába, és akkor kaptam egy magyar néninek a telefonszámát meg, aki azt mondta, hogy jó, nála lakhatok, ezért a 20 fontért, és minden reggelire kapok teát, meg kekszet. És akkor ezt a 20 fontot így odaadtam, te a keksz. Azzal betankoltam, úgy reggelre megpróbáltam így eldugaszolni az éjség csakráimat, és elindultam Londonba tulajdonképpen német nyelvtudással, mert azzal avval érettségiztem, elindultam munkát keresni. Mit csináltál kint? Hát szinte mindent. Tehát én tulajdonképpen mosogattam, takarítottam. Bocsi, mit pincét. Nem csináltál kint? Hát pénzt nem nagyon kerestem. Nagyon sok helyről kiraktak, mert ugyanis egy idő után kiderült, hogy ugye a papírok, stb. Akkor még nagyon nem lehetett ott dolgozni. Meg hát nehéz volt, mert én mondtam, az összes Beatles szöveget tudtam kívülről, de nem nagyon értettem, viszont mondtam, hogy I work, work, good work, ez volt tulajdonképpen az összes. Ez egy ideig elég is volt, de amikor úgy valamit szerettek volna velem közölni, például, hogy milyen feltételt tegyek a pizzára, amit készítek, akkor így csak így nagyjából... Elénekelt egy Beatles számot. Hard Day's Night. Yesterday. Yesterday. Az egyetlen hely, ahova fölvettek, és ahova nekem szabadon bejárásom volt, az az üdvhadsereg volt. Az üdvhadsereg egy olyan vallásos szervezet, egy egyház, ahol tulajdonképpen uniformisban vannak a papok is, meg a különböző kisegítők is, tehát olyan, mint egy egyház és egy katonaság így egybe. És ott az egyik ilyen Salvation Army, úgy hívják őket, Salvation Army, üdvhadsereg hotelben dolgoztam. Reggel fölkeltünk 4-kor, akkor elkezdtünk takarítani, vasalni, reggelit csinálni, felszolgálni a reggelit, kitakarítani a szobákat, stb. Tehát reggeltől estig dolgoztunk tulajdonképpen.
És este alvás helyett elmentünk szórakozni. Ez volt tulajdonképpen heti 6 nap, és a vasárnap pedig reggeltől estig aludtunk. Majd ezt felváltotta az, amikor megismerkedtem a barátnőmmel, akit Valériának hívtak, Val, és brazil volt. Val azt mondta, hogy le kell csökkenteni drasztikusan a munkával eltöltött idők számát a szobába, viszont azonnal meg kell tanulnom lambadázni. És megmutatta, hogy hogy lehetett nagyon gyorsan föltakarítani, és mindent úgy megcsinálni, mintha gyönyörűen ragyogna az egész szoba, és gyönyörűen ragyogott is. És utána mondjuk a 6 óra takarításból lett mondjuk 4 óra takarítás, és 2 óra, amikor kis walkment kitettünk, és arra tanultam lambadázni. Mert hogy ez fontos volt Londonból, hogy tudjak lambadázni. És akkor ugye volt London, utána akkor volt Majorka. London, Majorka, akkor Londonban elkezdtem tanulni nagyon gyorsan nyelvet. Tehát én minden kis megtakarított pénzemből elmentem nyelvet tanulni, és egy év alatt, hát igazából kihívásból, meg fogadásból én jelentkeztem egy év után a középfokra, meg a felsőfokra egyszerre, és mind a kettőt megkaptam. De akkor már úgy dolgoztam, hogy nagyon keveset dolgoztam, meg vállaltam ilyen táncos melókat is, volt egy hip-hop csoportom, és azokkal különböző koreográfiákat tudtunk előadni klubokban, és abból finanszírozni tudtam az iskolákat. És akkor egyszerre 3 szintet csináltam, kezdőhaladó, középhaladó szintet csináltam, és még otthon is gyakoroltam. Úgyhogy én nagyon gyorsan meg lehetett csinálni kint ezt a felsőfokot. Na hát most egy bő fél órája beszélgetünk. Beszélgettünk mindenről. Beszélgettünk Tanyáról, Budapestről, zenéről, nemzenéről, impressziókról, behatásokról, kihatásokról, életről, ráhatásról. Fogunk tartani egy pici szünetet is, tudod, jó, hogy miért? Abszolút. Azért fogunk tartani, mert itt a helyiek készültek neked egy meglepetéssel. Bizony, bizony. Jaj, de jó, és köszönöm. Mivel zenéről, táncról beszélgettünk, hát az előbbi fog érvényesülni egy csipetnyi énekkel. És hát ugye Sió környéke, Sió menti köztársaság aktív tagja Medina. Kórus vagy tánc? Op. Kórus? Kórus. A Miss Siót fogad nagy szeretettel. Tényleg? Bizony, és egy meglepetéssel készültek, és hogy amit előadnak, arról majd beszélgetni fogunk. Ezt vegyük már föl. De szóljunk valakinek, itt veszik ketten is, úgyhogy... Jó, meg telefonnal, hogy föl tudjuk tenni gyorsan. Esetleg valakinél van egy telefon, van olyan telefon, amivel lehet venni. Föl lehet, vegyük már. Dia, vegy már föl. Kezdjetek el élni.
Nagyon gyönyörű volt. Éppen mennyi egy órával ezelőtt mondtam, hogy a Csík zenekart én minden fórumon keresztül megpróbáltam elérni. Mert én nem tudom, hogy ez a Márti dal ez hogy jött nekünk, de én érzem, hogy ez egy népdal. És amikor így megszületett, akkor is így nem értettem, hogy ilyen népdal sikerre lett, és annyira szerettem volna, hogy a Csík zenekarnak megmutatni, hogy eljátszak, de hogy nem tudtam őket elérni, és ez fantasztikus kárpótlás volt. Nagyon szépen köszönöm. Gyönyörű volt a több szólam is. Meg van, fölvettük? Ja, fölvettük. Szabad ezt föltenni majd a mi oldalunkra? Nagyon szépen köszönjük. A gyengém a hegedű. Gyengén? Nagyon szeretem. Annál gyönyörűbb, annál lélekbe markolóbb hangszert. Nagyon szépen. Igen? Csajozós. Csajozós hangszert. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Egyébként tehát a Márti dalának a keletkezés története az is egy eléggé lélekbe markoló történet, ugye? Pontosan. Igen. Én nagyon szívesen beszélek róla, mert annyiféle hülyeség kering az interneten erről, hogy Márti diktálta a túlvilágról, meg ilyen elképesztő dolgok. Hogy az történt, hogy igazából ennek a kezdetek el élnének az a legmélyebb története, hogy a kedvesem és a haverjai összegyűltek, és csapódott hozzájuk egy csomó nagyon fiatal gyerek, tehát ilyen 16-17 évesek, és akkor ők a nagyöregek elkezdték mesélni, hogy jaj, hát mi volt, és amikor, és akkor csajoztunk, és motoroztunk, és verekedni, bunyók, meg minden. Jaj, de hát már az mikor volt, hát már ez már, majd ti csináljátok még. És akkor én mondtam, hogy tehát miről beszéltek, hát csak 40 évesek vagytok, hát még mennyi motorozás, meg bunyó, meg mindenféle van. Mondtam, hogy csajozás az... Az nincs, az... Mondtam a kedvesnek. De hogy hát de ne sírassátok azt a valamit, ami még mindig ott van, hogy hát kezdjetek el élni, valahogy ez benne volt. És utána eltemetődött ez a félmondat, és az egyik reggel arra ébredtem, hogy ez a félmondat így matat a fejemben. És félálomban olyan volt, mintha tényleg valaki diktálná az egész ének dallamot, meg a verszakokat is. És emlékszem, hogy egy kis darab papírra félhomályba írtam le, és így zokogtam. És a párom így fölkelt, hogy figyelj, minden rendben, és mondtam, igen, várja, nagyon, vagy annyira szép. És így többször elolvastam, és zokogtam. És aznap próbánk volt, levittem a próbaterembe, és így próbáltam így összeszedni magamat, minél gyorsabban felolvasni, hogy ne bőgjek, mert azért a fiúk előtt mégse bőgjek. És akkor kérdezzetek, hogy legyen mit mesél, majd az ezerre. És a végére már az volt, hogy ott is sírtam, és így a fiúk így ültek, hogy jó, csináljunk belőle rendes zenekari dolgot, jó, jó, jó. És igazából, ahol a Márti jött a képbe, ugye az a címe ennek a dalnak, hogy Márti dala, hogy egy pár nap múlva megtudtuk, hogy az egyik kedves rajongónk, aki nagyon közeli barátunk volt, és nagyon fiatal, meghalt, de ilyen teljesen véletlen összeesések miatt, egybeesések miatt, tehát így teljesen indokolatlan volt, mármint, hogy nem tudom, nyilván nem lehet ilyet mondani, de indokolatlan volt a halála. És így úgy vettük észre, hogy ő mindig középen volt az első sorban a koncerteken, és néztem, hogy Márti sehol, és ő beteg volt, valamelyes, de úgy nem szabadott volna neki ilyen helyekre járnia, meg villózó tömegben, tehát ő neki az orvos azt mondta, hogy tessék otthon maradni, vigyázni, meg minden. És ő úgy döntött, hogy ő inkább éli a teljes életét, tehát ő világot jár. Gyakorlatilag a kettő összekapcsolódott, a te álmod, ugye a kezdjetek el élni, ez a félmondat, és ez a lány. És ez a lány, aki fantasztikus és pozitív volt, és élet szerető, hát ő tartotta a zenekarba a lelket. Tehát jött, és ilyen kis sportszeleteket adott nekünk, meg jelmezeket hozott, meg tiarát, hogy ezt vett föl, és amikor azt mondtuk, hogy hát ez a zenekarból sohasem lett, dehogy is nem, csinálnatok kell, nagyon jók lesztek, megismeri titeket, Magyarország, meglátjátok. És amikor így megtudtam, hogy meghalt, akkor így mérhetetlen keserűség volt a szívemben, és így annyira szerettem volna, hogy megint ott legyen az első sorban. És amikor ez a dal megszületett, akkor úgy éreztem, hogy ez minden ez a dal, amire a Márti életbe szól. Hol járunk időben? Ugye 2004-es a zenekar, az Annál Nagy Albiz, hol járunk időben? Hát
Fú, mikor jelent meg az előző, az A nem című album, az 2,5 éve jelent meg, és fél éve, egy 3 évvel ezelőtt, volt, már most volt a Márti születésnapja, 4 napja. És még ennyire tudod? Abszolút, hát van Facebook oldala is. Uh-huh. Tehát így. És úgy gondoltam, hogy azzal, hogy játsszuk ezt a dalt, és ezt Márti dalának hívom, akkor az ő pozitív életszemléletét tudom tovább éltetni, ráadásul ott lesz minden koncerten ezzel a dallal. Úgyhogy ez, igazából ez a történet a dalnak. És nem veszélyes dolog szerinted ennyire közel engedni rajongókat magatokhoz? Most nem pont úgy értem, hogyha ma Beatlesről beszélgettünk, hogy mondjuk lelőnek, mint John Lennont annó, hanem nem az... Bízzunk benne, de az, hogy nem meredek dolog ez, tehát nem tartod, vagy... Mert az is kitűnt egyébként az interjúkból, amikor amik veled készültek és olvasgattam, hogy abszolút nem vagy ez a színpad és köztem, tehát a színpad és a közönség között azért van egy légüres tér, nem kezeled magad sztárnak, nem kezeled magad celebnek, ez átjön, ez szerintem itt is kiviláglik mindenkinek, még annak is, aki nincs itt. De nem veszélyes dolog, vagy nem is az, hogy veszélyes, ez nem jó kifejezés, kockázatos, vagy nem túl meredek szerinted? Hát, hogyha az ember attól félne mindig, hogy jaj, akkor engem megfojtanak, lelőnek, leszúrnak. Tehát bármi, tehát az ember úgyse tudja, hogy fog rá utolérni a vég. És hogyha ha ez egy rajongó, mint John Lennonnak, akkor szerintem ő is azt mondta volna, hogy hát ez szép. Ennyi. Én remélem, hogy még van ebben a zenekarban egy jó pár évtized, és hogy nem fognak közelről fejbe lőni a rajongók. Egyáltalán nem félek, mivel ez nem egy mechanikusan gerjesztett valami, amit mi elértünk. Tehát ez nekünk csak a zenekarral 10 évünkben benne van, az öcsémmel még 14 év a zenekar előtt, amit mi együtt zenéltünk, és a rajongókkal együtt nőttünk föl. Tehát mi tulajdonképpen a 10 évből... Bocsánat, még 14 év, amit zenéltetek az öcsémmel előtte? Tehát abban benne van az űrállomás a WC-n, a birodalmi... Nem, hát én 42 éves vagyok. Nem én mondtam. És nagyon büszke vagyok rá. Tehát 42 éves vagyok, és hát a zenekarosdi, meg minden, én 26 éve vagyok színpadon. És abban benne volt, az űrhajósdi az előtte volt. Tehát én 19 éves korom óta színpadon vagyok, és úgy ezt csináljuk. És az Anne and the Barbies, vagy 8 évig úgy üzemelt, hogy a közeli családtagok, meg a haverok jöttek el a kis kocsmába, ahol ingyen játszottunk. És ez nagyon sokáig úgy volt, hogy a kedves közönségnek volt metrójegye hazafelé, vagy villamosjegye, nekünk meg nem. És volt egy nagyon kedves rajongónk, Deli Ancsa, ő neki volt egy olyan speciális bérlete például, amivel, tehát ő meg egy személy, tehát ő ilyen utaskis, hogy is volt, hogy csökkentett mozgásképességű emberhez ő kísérő volt, és ingyen utazott. Na most Deli Ancsa mindig azt mondta, hogy megvárja, amíg a koncertünknek vége van, és a zöld pardonból például ő hazajön velem, mert akkor ingyen utazunk mind a ketten, és nem büntetnek meg. Tehát 2 évvel ezelőttig is még a zenekar olyan szinten volt, hogy utaztuk az országot, és nagyon örültünk, ha nullára kijöttünk, amikor visszaértünk Pestre. Ugye ez a klasszikus, meg lehet ebből élni, tipikus esete, ugye? Igen. Például sose felejtem el, amikor először sikerült pénzt keresnünk, 1500 forintot kapott mindenki, és akkor hazafelé megálltunk, és vettünk gíroszt meg sört. És hihetetlen boldogok voltunk, hogy nem elég, hogy benzinre volt oda-vissza, de még jutott mindenkinek ennivalóra. Most kérdezek tőled valamit, ezt egy interjúban olvastam, nem is kérdezek, idézek. Igen. Jávor, most pontosan hol tart a zenekar? Jávor Péter a menedzserünk. Na most Jávor Péter már akkor hitt bennünk, amikor mi még magunkban egyáltalán nem. Ő egy kopasz, nagy darab, gyerekszoba nélküli ember, vállalhatatlan. Tudnánk róla beszélni, hát borzasztóan szervez koncerteket, meg minden, viszont nagyon hit bennünk. Nagyon jó lesz, nagyon. És emlékszem, amikor először van egy olyan zenekar, akit úgy hívnak, hogy Szuper Nem. Ők rockzenekar, nagy terpeszes rockzenekar, és mi nagyon irigyeltük őket, vagyis hát felnéztünk rájuk, mert turnébuszuk volt. És mi meg az öcsémnek a Suzuki-ában ültünk hatan. Plusz a gitárok, meg az állvány, meg minden. Tulajdonképpen így, és minden fékezésnél a gitárok, így a 3 gitár, egy nyakunkba csúszott. És elől ült Jávor Péter, nagy darab kövér ember, és így... ugyanannál a lámpánál fékezett le a turnébusza a Szuper Nem zenekarnak,
És így láttuk, hogy bent kártyáznak, meg tele vannak ilyen rockcsirkékkel, meg isznak, és így sziasztok, így integetnek. És így a pirosnál megálltunk, és így fejbevágott minket az összes állvány, meg mi itt is tele voltunk mindenféle gitárpedálokkal, meg minden. Hideg volt, mert nem működött a fűtés. Pénzünk se volt, tulajdonképpen mi voltunk az előzenekar, a szuper nem zenekarnak Szexárdon, és így megálltunk, és egy kicsit így a zenekarom olyan savanyú arcot vágott, és akkor így megkérdeztem a Jávort, hogy Jávor, tulajdonképpen hol tart a zenekar most nagyjából? És így abban a pillanatban olyan röhögés lett, tényleg így rázkodott a Suzuki, hogy ott ültünk, mint a csirkék így nyakikbe, hangszerekbe, és ez ilyen szállóige lett, hogy Jávor, most hol tartod? Volt olyan, ezzel a Jávor Péterrel, tehát olyan nagy csibészkomám, volt fesztivál, tehát az az egyik legnagyobb fesztivál Magyarországon, annyit kell tudni, ott nagy van két nagy színpad, és mi az egyik nagy színpadon voltunk nagyon előkelő helyen. Viszont azt tudni kell, hogy olyan körülmények vannak még most is a zenészek előtt, hogy habár nagy színpadosok vagyunk az egyik legnagyobb fesztiválon, nem tudtuk még, hogy mennyi pénzt fogunk keresni. Annyi pénzt kerestünk, hogy pont a benzinköltségre elég volt, viszont mi már nem tudtunk venni semmit a fesztiválon, mert olyan csórok voltunk. És én, amilyen talpra esett és ügyes vagyok, beírtam, ugye van egy ilyen zenekar tagokról egy lista, aki mindenki kap egy karszallagot. És én beírtam oda táncosnőket, fúvósokat, kongásokat. Kaptunk 9 darab ingyenjegyet, nyilván a zenekar csak 5 tagú. És Jávor Péterrel, hát én ugye ahogy ki vagyok festve, meg mázolva, meg tollak, magas sarkú, minden, és ő tényleg úgy néz ki, mint egy menedzser. Ahogy lejöttünk a színpadról, Jávorral, meg ezzel a 9 darab ingyenjeggyel, kisétáltunk a fesztiválról, 3 kanyart mentünk, ahol már nem látott minket senki, és elkezdtük árulni a jegyeket. Tehát ott rendesen a dílerek mellett, így, hogy VIP jegyet a nagy színpadhoz, de sikerült eladnunk a jegyet, és 42.000 forintot kerestünk. Visszamentem, és mondtam a zenekarnak, hogy ki szereti Annát. És Habzsi Dőzsi. Tehát palacsinta, unikum, gírosz, megint, úgyhogy bekajáltunk, hogy nem elég, hogy játszhattunk a Volt Fesztiválon, ha meg be is kajáltunk. Na, ez volt 3 éve. 3 éve, de 3 éve headlinerek voltatok a fesztiválon. Tavaly meg tavaly előtt voltunk nagyon nagy színpadosok, tehát headlinerek, és 3 évvel ezelőtt még szépen ott voltunk kín a plakátokon, de ennyi pénzt kaptunk. Tehát így néz ki tulajdonképpen a zenészek helyzete Magyarországon. Na jó, akkor most én rakom fel a kérdést. Anna, most tulajdonképpen hol tart a zenekar? Most abban az nagyon-nagyon irigylésre méltó pozícióban van, hogy büszkén kijelentem, hogy 1 évvel ezelőtt az utolsó zenekari tag is, aki az öcsém volt, feladta a rendes munkáját, és tényleg most már csak a zenélésre tud koncentrálni. Tehát főállású zenészek vagyunk, és hát a lakáshitelemet ki tudom fizetni. Albérlet, lakáshitel, kocsi részlet. De mondjuk ezt szerinted gondolná valaki? Tehát mondjuk, hogy aki még akár olyanok is, akik Magyarországon élnek, tudják, hogy benne vagy ugye a média fősodrában, ugye a Last Rising Star, Anna and the Barbies, és akkor hú, de jó lehet neki, most akkor Majorkáról átszalad Medinára, és gyorsan elmondja, hogy mi a siker recept, jött vissza Majorkára, miközben 3 éve még egyekkel seftelt egy parkolóban. Hát az a helyzet, hogy azért a tévé sokat dobott minden, tehát most már van tényleg egy kocsink. És kártyáztok ti is, bocs? Kártyáztok a kocsiban ti is, mint hogy a Szuper nem csinálta? Igen. Igen? Tényleg? Igen, igen. Hú, mi a sejtelme? És most már meg tudunk venni egy viszkit is, hogyha akarunk. Nem, tényleg most már nagyon-nagyon hálások vagyunk, és élhető, és nem luxus szinten, nem Hollywood, nem Amerika, de tényleg most már a családjaink fönn tudnak maradni, csak a zenére tudunk koncentrálni. Hát volt olyan, amikor az öcsém zsinórban 5 éven keresztül olyan 3 órákat aludt, mert ő ápoló volt, egy mentálhigiénés központ, ahol drogosokra meg alkoholistákra vigyázott éjjel, és utána mentünk tovább stúdióba, hétvégenként pedig fellépésekre. Tehát ilyen ekkora karikákkal a szeme alatt, így remegett a fáradtságtól, és az összes többi zenekartag mindenki, hogy a családját fenntartsa, vagy saját magát fenntartsa, még 2-3 rendes állása volt. Én voltam az egyetlen olyan, aki azt mondta, jó, én nem dolgozok, viszont én 9 négyzetméteren laktam. Tehát az egy mosókonyha volt. Az ilyen francia típusú lakások, nem? Igen, én azt mondtam, ez egy művészlakás. Igen, ez egy francia művészlakás. Tehát a párára festesz, amikor beesik az eső, vagy... Hát nem olyan, ez a 7. kerületben egy olyan hely, ahol körülöttem mindenkit kiraboltak.
Tőleben nem volt mit elvinni? Szilveszterkor mindenkit kiraboltak, és jött a rendőrség, és megkérném önöket, hogy maradjon, tartózkodjanak itthon ma este, mert itt veszélyes a helyzet. És akkor voltunk 9-en, ebben a plusz egy kutya. Gondoltuk, hogy beöltözünk, és kimegyünk majd szilveszterkor szórakozni. És azt találtam ki, hogy el tudjunk menni otthonról, hogy felvettem kazettás magnóval egy órányi szórakozást, és hát tulajdonképpen ugatást, hogy kutya is van benn, meg szórakozunk, és ott vagyunk. És hát akkor már pesgőztek a haverok, és akkor így ilyen mindenféle szórakozási hangokat fölvettünk, meg ugatást, valamelyik meghegett, meg, tehát egy csomó olyan állathangot föl, és betettük végtelenítve a kazettát, és elmentünk szórakozni. És így tulajdonképpen otthon is voltunk, meg nem. Tehát ilyen környéken laktam nagyjából. És 10-11 év után most jut el odáig egy zenekar, hogy azt tudod mondani, hogy most már mindenki teljes értékű csapattag, nem is az, hogy teljes értékű, bocsánat, hanem mindenki ebből tud megélni. Igen, és ez, tehát úgy néz ki a magyar zenei élet, csak hogy mindenkinek elvegyem a kedvét, aki nem eléggé elhivatott a zenéléshez, hogy tulajdonképpen szerintem, ha 3%-a a zenészeknek meg tud élni abból, hogy zenél, akkor már sokat mondok. És sajnos a fesztiválokon egyre kevesebben. Tehát van mondjuk 50 zenekar, aki headliner, aki tényleg ismert. Hát szervusz. Ide is ülhetsz. Gyere, Csücsü, ide nyugodtan. Gyere. Nem? Okay. Nem? Ha ide ülsz, akkor beszélni is kell. Szóval voltam a Póka Egonnak, van egy kőbányai zeneiskolája, és oda meghívtak minket zenélni. És akkor a fiatalok így körbeálltak minket, és akkor hogy meg, és mondtam, hogy hát először is elveszem a kedveteket, aztán hát beszélek minden másról, és mondtam, hogy ugye, csak akkor kezdjétek el, hogyha nulla pénzért, és nagyon sokáig csak a hátsó kertbe vagy a garázsba zenélve is nagyon boldogok vagytok. Mert tulajdonképpen ez a zenélés, ez olyan, mintha az ember kenyeret harapna, és bort inna hozzá, tehát annyira megtölt élettel, én nagyon sokáig tényleg joghurton meg zsömlén éltem. És semmi bajom nem volt az égvilágon. Az is kétséges volt, hogy ki tudom-e fizetni azt a 9 négyzetméteres albérletet, és semmi problémám nem volt. Havonta egyetlen egy buliért értünk, a Fészek Klubba fölléphettünk, 0 forintért, ott voltak 15-en, és úgy készültünk, mint a megváltásra. És hát abból úgy feltankoltam, abból másfél-két órából érzelmileg, hogy utána hetekig mosolyogtam, és éltem belőle. Tehát én mindig azt mondom, hogy semmi baj nincs azzal, hogyha az ember csóró, hogyha az embernek rezeg a léc a lába alatt, akár családostul is, mert hogyha megtalálja azt a kis ösvényt, amin jó járni, ahol élvezet járni, ahol kielégítő a másodperc, az ahol éppen van, amit csinál, akkor azt kell követnie. Mert én nagyon sokszor voltam, viszont tényleg ilyen, az életem az ilyen volt, volt olyan, hogy luxus, a világon mindenhol ilyen óriási luxus hotelekben éltem, mert egy külföldi sztárnak voltam a koreográfusa, vagy táncoltam. Kinek? Velük. Volt egy olyan énekesnő, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, hogy Luna. És ő énekelte azt, hogy Bailando, Excellenza Loco. Na, ezt énekelte, és én koreográfusként, valamint táncosként jelen voltam az ő életében. Igen, beválogattak Majorkáról, azért is volt jó a Majorka. És hát még meg lehet találni kompromitáló fotókat. 4 pici coffom volt, így. És egy nagyon rövid kis szoknyába táncoltam én is. És utaztam a világot velük. És szerettem ezt is, csak valahogy mélyen éreztem, hogy nem ez az én utam. És csináltam, hogy de jó, ezért sok pénzt kapok meg, hogy megyek, és tényleg híres embereket látok, és kaviár reggelire, és egy idő után ezek a hatalmas nagy hotelek olyan üresek voltak, olyan volt, mint egy börtön. Ott ültem egyedül, megvetett ágy, minden csatornát ismertem, reggel már rosszul voltam a reggelitől, annyit kajáltam, és így az volt, hogy bárcsak itt lehetnének a haverok, hogy itt föltúrjuk az ágyat, vagy kiígyuk a büfét, vagy bármi, csak ott ültünk, mentünk nagyobb helyekre, repülőkre, és olyan üres volt a lelkem, és azt a sok pénzt, amit ott kaptam, azonnal ajándékokra költöttem, vagy elköltöttem hülyeségre, és így fuf, nem csak a pénz tűnt el így, hanem az az idő is, amit ott töltöttem. De figyelj, Anna, te láttad, hogy nevezhetjük szenvedésnek is, mondjuk a te aspektusodból biztos, hogy nem az, de azért egyszer-kétszer biztos, hogy neked is meg kellett szenvedned, akár a kiflivel, kenyérrel, joghurttal azért, hogy most itt tarts.
Tehát biztos, hogy volt, ugye mondtad, hogy voltak nehezebb pillanatok, voltak könnyebb pillanatok, úgy értettem a szenvedést. De amikor ott ülsz a Rising Star-ban, és valahol látod ezekben a fiatalokban, akár feltörekvő tehetségekben, vagy olyanokban, akikben egy fikkartnyi, szemernyi tehetség sincsen, picit látod magadat is, akkor mit érzel? Mit érzel akkor, amikor tudod, hogy úristen, én is állhatnék ott, viszont te tudod magadról, hogy min mentél keresztül. Tehát mennyire ellentétes ez, vagy milyen érzelmeket vált ki belőled? Tehát mennyire látom magamat bennük? És mennyire látod magadat bennük, és mennyire, mondjuk ilyen egyszerűen, mennyire aggódsz értük? Nagyon, és én személyesen is mindenkivel beszélgettem, sőt próbáltam a műsorban is mondani, hogy gyerekek, azért ez az, amit a kereskedelmi tévéknek ez a csillogó világa, ez egy létező műfaj, ez egy cirkuszi világ, ez televíziózás, ez adásról adás. Így van, ezt a villanyt, ezt lekapcsolják a vége a műsornak. Igen, és ezzel lehet kereskedni egy pár hónapig, de utána ugyanúgy előről kell szépen kezdeni a lépcsőfokokat, és én ismerem a Tóth Gabit is, a Tóth Verocskát is, nagyon jó barátaim, és látom, hogy nagyon nehéz, mert amennyi pozitívumot hoz ez a fajta ismertség, annyi negatívumot is. Nagyon nehéz kimászni abból a gödörből, vagy abból az alól a címke alól, amit ez ad. És mondtam a gyerekeknek, hogy ragadjátok meg a lehetőséget, hogy ez ingyen reklám. Ez addig tart, amíg a műsor, utána lesz 3 hónap, amíg ti haknisztok, és még titeket a televízió víz, és föllépési lehetőségeitek lesznek. Egyetlen CD-vel mentek, és arra playbackeltek, de keressétek meg az embereiteket. Emberek, akik zenét írnak nektek, vagy akikkel zenét írtok, írjatok szövegeket, tanuljatok hangszeren játszani, keressétek meg a zenekaraitokat, és kezdjétek szépen lépcsőről előről, ha bennetek van a zene, és az igény arra, hogy ti színpadon legyetek, és adjatok az embereknek, akkor meg fogjátok találni a saját utatokat. És akkor mindegy, hogy 20, 30, 40, 60, 80 évesen, de tessék szépen masírozni, menetelni. És akár 2-3 állást is lehet csinálni mellette, de legyen az a fél óra naponta, vagy hetente az a 3x fél óra, amikor te kicsit zenét szerzel, és annak érsz, hogy igaz, egész héten gürizel, de az megvan neked, az a picike helyed. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy mondjuk egy ilyen tehetségkutató, aki megnyeri, bármelyik csatornán legyen bármilyen tehetségkutató, az csak az első pici lépés. Az egy dolog. Az egy televíziós történet, ami az életében történt. Az negatívumokkal, pozitívumokkal jön, most már nagyon sok negatívummal, mert például a fesztiválokon azt mondják, hogy na ilyen megasztárosok, ilyen izék ide ne üljenek. Pont azért, mert annyira felhigult ugye a zenész szakma azáltal, hogy ilyen dömpingbe jönnek az énekesek, megint 10, megint 12, megint, hogy lassan már a piac nem befogadó. És azt mondták a zenészek, hogy jó, mi 10-20-30 éve zenélünk, és tanuljuk a zenénket, és írunk szövegeket, és végigjártuk az iskolát, na ide ne jöjjön valaki, aki tegnap még a fürdőszobában énekelt, és a televízió tolja. Tehát van egy ilyen... Tessék? Nyugodt, lehet kérdezni. Hogy? Persze, persze. Lehet kérdezni, meg mondani. Ha valakinek esetleg van hozzáfűzni. A Misinek a kritikájából. Igen. Hát, mert a Misi tudja. A zenész ember pontosan tudja, hogy... És ő kertelés nélkül meg is mondta mindig. Sokféleképpen kell nézni ezeket a fiatalokat, mert tényleg a tehetség magja, főleg már ott az utolsó körökben már annyira mindenkiben benne volt. De ez a fajta tehetség, amit a televíziók keresnek, hogy mindig azt szoktam mondani, ez a karaoke tehetség. Tehát, hogy mindent el tudjon énekelni, és bócot lehessen belőle csinálni, és akkor fölöltöztetik, akkor jó, levetköztetik, akkor jó, jó a története, jó, és akkor legyen egy megbízható jó hangja, mindent elénekel. De hát tudjuk, hogy a mindent eléneklés az nem biztos, hogy jó. Tehát egy Mick Jagger nem biztos, hogy elénekelt mindent. És nem azért szeretjük. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy legyél is egyéniség, de azért felelj meg minden kritériumnak. Tehát ez azért nem működik. És te hogy vagy ezzel? A 101 kis kutyás kalappal például? Jó, én azt a mamám imádta. Én annyira hálás voltam, hogy belőlem hülyét csináltak adásról adásra. De azért... De várjál, ez most azért csináltak ilyet belőled, mert mondjuk a színpadon, amire most fogunk rákanyarodni, extravagáns személyiség vagy egy... Azért, mert megpróbáltak belőlem szuper divát csinálni, aha, ez volt a terv. Kásztor Annát finomítsuk, lágyítsuk igen. És akkor csináltak egy ilyen hajat, meg olyan ruhát, meg hogy is, mi ez a sorozat, ez az amerikai sorozat, nem tudom én, ez a született feleség. Ja. Na az volt a címszó, Anna legyen született felesége. És rám adtak ilyen kis ruhácskákat, meg ingeket, és így, hú, mondom, azért ezt én a turkálóba is otthagynám.
mert annyira nem én vagyok, és elmentem, mondtam, jó, ilyen lehetőség, akkor, és tehát az én személyiségem vagy ledobta magáról ezt a, tehát hoztak nekem egy Chanel kis ruhát, föladták rám, és mondom, hú, de jó, és ez mennyi? 300 000 forint, mondom, tessék! Mondnak, hozok 20 ilyet, negyed ennyiért. Minden, és akkor azon kaptam magam, például a próbafelvételek alatt, hogy annyira elkapattam magam, hogy pörögtem a fenekemen az asztalon. A Chanel kis ruhába. És akkor így mondták, hogy jó, hát ez valahogy finomítani kell ezt a dolgot, egy kicsit közelebb az egyéniséget meg a ruhát. És akkor hála Istennek, ott volt velem a jó haverom, a kis Márk, akinek ilyen furcsa elképzelése van az életről, meg a ruháról, és ő először hozott egy kis valamit a fejemre. Na mondom, jó, akkor most ha megkényöbbültem, nem kell divának lenni, meg megfelelni, meg úgy csinálni, mint a Tóth Gabi, mert a Tóth Gabi olyan szexin tud kivonulni, és így nézni, és én megpróbáltam ezt otthon csinálni, és úgy nagyon jól tudom utánozni, de tényleg úgy néztem ki, mint egy hibban. És akkor végre az volt, hogy egy kicsit bohóc is vagyok, tehát nem kell azzal törődnöm, hogy én akkor most itt ilyen szexszimbólumot játszak. Bolond is vagyok, leülök, és akkor végre azt mondhatom az embereknek, amit akarok. És így nekem is sokkal könnyebb volt. Ráadásul így felszabadulva, sokkal humorosabb, mertem saját magam lenni, meg a saját mondókámat mondani. És ez honnan jött? Nem kellett így. Ez hon? Igen? De azt hiszem, mostani beszélgetésekből azért kiderült, hogy legalábbis én úgy látom, hogy biztos, hogy visszaláttad magadat benne, mert ezek az építő kritikák, tényleg amely minden egyes dal után elhangzott, ezt én is olyan csodával hallgattam végig, mert ebből mindenki tudott tanulni, mert tényleg fantasztikus kritikákat. Tanárul melletted elmehetett volna akárhova. Na, aranyos volt. Ő is aranyos volt, de tényleg, ezt komolyan mondom. Úgyhogy valószínű, hogy azért csak saját magadat is visszaláttad ezekben az énekesekben. Nagyon-nagyon örülök, hogyha ez így csapódott le, mert nem tagadom, hogy borzasztó nagy harc volt a zenekarommal, amikor én ezt elfogadtam. Azt mondták, hogy húha, az a 10-20 év, amit küzdöttünk, az most most ez nem lett volna a következő kérdésem, hogy erre mit reagált a csapat? Hát, hogy nem leszel hiteles, hogy eladod a lelkedet, hogy most tehát figyelj, van az Anna and the Barbies, bocsánat, hogy a szabadon vágok, ugye Wikipédia, valaki esetleg utána, alternatív rock. Alternatív rock zenekar, igen. És akkor valaki csak ennyit tud rólatok, de ugye ti tudjátok, hogy mi van mögötte. Igen. Ez az alternatív rock mögött. Egy széles skála, akár zeneileg. Tehát én hallottam alternatív rock zenéteket, de hallottam olyan zenét, ami egy picit ilyen pszichedelikusabb, picit gondolkodósabb, picit borozósabb, de van olyan, ahol igenis elvennék én is parókáriget, és forgatnám a fejemet, mert éppen arról szól a track. De mit szólt a zenekar ehhez? De tényleg, tehát amikor úrista, hova mész, ne haragudj, mi? Hogy... Nagyon megijedtek. És az a helyzet, hogy az öcsémmel jól össze is vesztem a turnébuszban, ugyanis annyira régóta csinálják, és tényleg minden kicsi lépcsőfokon ott időztünk nagyon sokáig, és mindenünket felraktunk arra, hogy zenekar lehessünk, és hogy zenélhessünk, és úgy néz ki, hogy most végre sikerült, és nem hiába, hogy a televíziós megtalált minket, mivel egy picit ismertebbek lettünk, ugye, legalábbis a saját berkeken belül, zenész berkeken belül, és akkor azt mondták, hogy jó, hát itt van ez a csodabogár, aki hajlandó emberekhez beszélni, és érdekes, és mégis nőből van, és akkor fölkértek erre. És a zenekar azt mondta, hogy ez a két út, ez nem járható egyszerre. Tehát ők úgy gondolták, hogyha én a kereskedelmi médiába elmegyek, akkor én valahogy ellensége leszek az igazi rockzenének. És én azt mondtam, hogy azt mondtam az öcséméknek, hogy lehetséges, hogy elveszítünk mindent, lehetséges, hogy a fesztiválok is kitagadnak, meg majd a kereskedelmi média, viszont én nagyon mélyen vallom azt, hogy a zene mindenkié. És hogyha én tudom, akkor elviszem a mi üzenetünket, akár ez a Márti dala, vagy az összes többi dal, amit én úgy érzem, hogy kaptunk, mint üzenet, mint misszió, mint megosztandó dolog, akkor én elviszem kiskocsmákba, fesztiválokra, asztal tetejére, és igenis elviszem a kereskedelmi médiákba, ugyanúgy a dalt, és ugyanúgy az üzenetemet. És azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, én elmegyek, a fejemre raknak, amit a fejemre raknak, beülök, és hogyha 3 másodpercem lesz, hogy elmondjak egy fél mondatot, ami arról szól, amiben hiszek, amiről a dalok szólnak, akkor én azt el fogom mondani. És mondom, ez egy olyan
Tehát olyan lehetőség, ami soha vissza nem fog térni, hogy én igaziból a Magyarország legtávolabbi csücskébe is eljussak a televízión keresztül, és hogyha ott van valaki, aki erre az üzenetre fogékony, akinek ez az üzenet éppen életbevágó vagy fontos, akkor én annak a 3 másodpercben betömöm ezt az üzenetet és átviszem. Tehát hoztál egy nagyon súlyos és nagyon nehéz döntést. Igen. És de ez volt a meggyőző érv. És a visszajelzések alapján megérte a kockázatot. Sikerült. Nem hiszem el, hogy ez gátolná a további életet. Most már ők is tudják, a zenekar is megnyugodtak. Igen? Egészen majdnem a végéig ott volt a zsűri, és igen. Jóformán döntött. Igen. Ítézként. Igen. És az utolsó egy forduló? Igen, a döntő. Volt, ami, igen, a döntő. Amikor a zsűri már teljesen visszavonult, igen. És igen. Ez mennyire helyes, vagy mennyire helytelen? Hát a tanár úr nagyon ki volt. Tehát a tanár úr az azt mondta, hogy ez nem ér, mert hogy pont a végén engedjük el a kezük, meg kezüket, meg hogy az a helyzet, hogy ez a műsor, ez egy olyan struktúra, amit a világban mindenhol így adnak el, és ez a rendszernek hát így van fölállítva, hogy az utolsó fordulóban már tényleg minden döntést átadunk a népnek. Azt kérdeztem, igen. Mennyire helyes, vagy mennyire helytelen? Én egyetértek vele. Én avval is egyetértettem volna, hogyha mi csak dumálunk, és mindig a közönség dönt. És nagyon sokszor megkérdezték, hogy minket mennyire befolyásoltak, és hogy mennyire igaz, ami ott történik. És addig, amíg én nem voltam a színfalak mögött, én is úgy gondoltam, és most az RTL-ről nem beszélek, a TV2-ről beszélek, nem tudom, mi történik az RTL-ben, de becsület szavamra mondom, hogy minket, bár megpróbáltak befolyásolni az elején, viszont ott volt a tanár úr, aki akkora batrányt csinált, hogy utána mindenki csöndben volt, semennyiben nem befolyásoltak. Javasoltak nekünk embereket, akik televíziós szempontból nagyon jók a képernyő, nagyon jó a történet, szerintük nagyon jól énekelnek. De mi döntöttük el mindégyen, minden esetben, hogy igent vagy nemet szavazunk. Valamint megkérdeztem ezt is, és most már nyugodtan elmondom, hogyha az ellenkezője lenne, akkor nem szabadna elmondanom, de nyugodtan elmondom, hogy tényleg nem a szerkesztők döntötték el, hogy ki nyerjen, vagy ki jusson tovább. Hanem ténylegesen az emberek, mivel hogy a szerkesztőknek a nézettség volt fontos, és amennyit az emberek szavaztak, annál többen, tehát minél inkább az ő akaratoknak feleltek meg, annál inkább a nézettség is megmaradt, tehát nem volt nekik érdekük, hogy befolyásolják. És a végleges eredmény tényleg ez volt. Megmondom őszintén, a Cibi Norbit szerettem volna, hogy megnyerje. De nagyon aranyos volt a másik kislány is. Érdekünk, hogy valami mindenkinek szívet csücskedjen. Nagyon, olyan kedves ember volt. Annyira, 3 pici gyerekre vigyáztak otthon, örökbe fogadott, és olyan nagy lelke volt. Mindegyik nagyon aranyos volt különben, mind a 4 döntős, hihetetlen jó ember volt. Megfigyeltem, hogy amíg így beszélgettünk, így az elmúlt 1,5 órában, hogy így mindig minden emberről milyen. Nem is azt mondom, mert mondjuk ha visszakanyarodunk Hozéra, akit elfenekeltél, vagy biztos ő is nagyon összehajtogattál. Ember, megérdemelte. De hogy tehát mindenkivel mekkora nagy, tehát milyen érzelmi töltettel beszélsz rád? Tehát világéletedben ekkora hatással voltak rád az emberek? Én gyerekként is nagyon nehezen viseltem az igazságtalanságot. Szintén, és igen, tehát ez a keresztem, hogy nem bírom a kötöttségeket, és a szabadságot nagyon igénylem, és az igazságtalanságot nagyon nem. És melyik tulajdonságodat, vagy melyik, nem is általad utált tulajdonságot, hanem melyik tulajdonságodat fejezett ki mondjuk a színpadon? Mert ugye mondtad, hogy mindig kell menned, mindig színpadon, egyik sarokból a másikba, de mondjuk ez az extremitás mondjuk a ruhákban, tehát amikor vadabbnál vadabb jelmezekben, kosztümökben, ruhákban vagy, hogy szinte alig lehet rád ismerni. Ki lakik ott benned például? Az a helyzet, hogy ami bennem lakik, ezek színek. Ezek minden emberben benne levő színek. Most éppen látom, hogy kislányokat rajzolgatnak. Hihetetlen, hogy amikor én például sokáig figyeltem, embereket nagyon szeretek figyelni. Gyerekeket például figyeltem, amikor tanultam kortárs balettet, meg jazz balettet, táncot, hogy balettiskolában, hogy a felnőttek már hogy be voltak idomítva, hogy pontosan tudták, hogy kell öltözni, hogy kell, minden porcikájuk minél profibbak voltak, annál profibban be volt idomítva. És akkor jött a kezdő, az óvodás balett, vagy a gurulós balett, amikor még csak a tüti volt a fontos,
És akkor annyi volt a feladat, hogy úgy a termen menjenek keresztbe. Keresztül zenére, a gyerekek. És ahány pici baba ott volt, annyiféleképpen ment. Van, aki cikcakba, van, aki egyenesen, van, aki leült néha, van, aki gurult, van, aki egy kicsit rázta a fenekét. Az egyéniség megnyilvánulása korlátlan volt. És én tudom, hogy amikor megszületünk, akkor milliónyi szín és árnyalat van bennünk. Tehát, hogy ez mondjuk narancssárga, ez csak egy gyűjtőfogalom. Lehet, hogy ezt mindenki másféle színnek látná, amikor pici. Tehát, hogy így le vagyunk szűkítve arra, hogy igenis ez a helyes életmód, életforma, ebben az életszakaszban ezt kell csinálni, ezt kell enni, ezt kell venni, ezt kell tanulni, és ez nem feltétlenül van így. Ők az biztos, hogy a ruháid is sokszínűek, meg néha te is, mert ugye mondtad, hogy a koncerteken töröd, zúzod magad, meg kék-zöld vagy, meg stb. Na, szeretem volna kiukadni, hogy a koncerten én tényleg egy idióta is tudok lenni. Nagyon szélsőséges énjeim jelennek meg. A finom, egészen finom odaadó, és a habzó szájú, tobzódó, lilára festett, nyújtott nyelvű, köpködős valaki is én vagyok. És ezek azért jönnek ki belőlem, mert ezek a színek bennem vannak. És az emberek azért nem félnek ettől, vagy nem idegenkednek ettől a valamitől, mert mindenkiben benne van ez. Ezek a színek, a dühös, a kiábrándult, a csalódott, a szerelmes, a vágyódó, a harcos, az ellenálló. Ezek a színek mindenkiben benne vannak, csak el vannak nyomva. És amikor én kiállok, és azt mondom, hogy itt vagyok nőként, 42 évesen, anyukaként, és én ezt merem csinálni, akkor egy csomó ember azt mondja, hogy hát lehet, hogy akkor nekem is szabad. És én azt mondom, hogy igen. Igen, hogy nekem is az millióan azt mondták, hogy te figyelj, ezt már nem illene, nőnek nem. Erre mondtad azt egyszer, hogy lőjetek tarkon, ha beállok a sorba? Azt erre mondtad egyszer? A konformitásra, igen. Erre a szürkességre, erre az egyvonalúságra, közömbösségre, színtelenségre? Nem is tarkon, hanem, ja igen, de volt egy interjú, igen. Van egy dalszövegünk, amiben ez van, hogy addig, amíg hagyom, lőj engem agyon. Ez arról szól, arról a forradalmáról, ami tulajdonképpen 10 éves korunkban bennünk van, és akkor a világ ellen fordulunk, és én nem akarok olyan ruhákat hordani, amit muszáj. Én nem akarok minél nagyobb tévét megvenni, én nem akarok beállni, nem akarok iskolába menni, nekem útjaim vannak, tehát amikor ellene megyünk a világnak, van egy ilyen forradalmár, és akkor az ember érzi, amikor így elveszti ezt a csatát a világgal szembe, és beáll. És azt mondja, hogy jó, hát mindenki azt mondja körülöttem, hogy ezt kell csinálni, és akkor az első az, hogy iskola, munka, család, sírgödör. És akkor így van egy idő, amíg ellenállunk, és van egy idő, ami után pedig így beállunk a sorba, és azt mondjuk, hogy ide a keresztet, és cipeljük, amíg tudjuk. És ez a nóta, ez pont akkor született, amikor azt éreztem, hogy elfogy az erőm az ellenállásra, és még fönn vagyok azon a barikádon, amit tinédzserkoromban építettem, és dobálom az ellenséget, a társadalmi uniformizáltságot, ami kötelez engem, hogy rabszolga legyek, és bizonyos dolgokat megcsinálok, amit nem biztos, hogy úgy csinálni. Ott vagyok a barikádon, még dobálom, de elfogy az erőm, és arra gondoltam, hogyha látsz engem, és szeretsz engem, akkor most lőj le, még mielőtt elfogy az erőm, és átállok a rabszolgaságba. Bocsánat, hogy ilyen erős szavakat mondok. De én bizton tudom, hogy nem csak 42 évesen, hanem 50, 60, 80, 90 évesen is abszolút lehet azt mondani, hogy ez a futószalag eddig nagyon érdekes volt, viszonylag kiszámítható minden fordulata, mert megcsináltam azt, amit meg kellett, az iskolát, a munkát, meg minden. Én... Még kéne papír? Kicsit kifogytak a színekből lehet. A színekből kifogytak. De hogy fogytak ki? Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy bármikor le lehet szállni erről, és azt mondani, hogy én most egy picit mellette megyek a futószalnak, visszafelé megyek, ki elkanyarodok. A kedves anyukája például 60 évesen ment el egyetemre, nappali tagozatra. Mert hogy az éjszakain azt mondta, így ül különben, most örülni fog, hogyha mutogatok ott, hátul van és nevet szemüvegben. Úgyhogy... És azóta is a egyetemi osztálytársaival néha eljár szórakozni, akik akkor 19 évesek voltak, és tőlem megkérdezte, hogy menjek, ez nem... És mondtam, persze! Úgyhogy második diplomája volt, semmikor nem késő. 90 évesen is lehet balettáncosnak lenni. És hadd kérdezzem meg tőled, mert én is olvastam egy interjúban, hogy téged, mint magyar Lady Gaga is emlegetnek. Ez rád ez hogy van?
Nagyon megtisztelő. Ne aggódj, szebb vagy. Egy világsztár. Szebb vagy egyébként. Tehát már azon nyertél. Az a helyzet, hogy rávertem egy pár évvel Lady Gaga-ra, ugyanis én még csak 9 éves volt, amikor már én elmebetegen tomboltam a színpadon. Különben nagyon vicces, mert én a 72. utcában laktam New Yorkban, apácáknál, mert épp akkor ott tanultam, mert meg lehetett csinálni még akkor is, amikor nem szabadott kimenni, nem volt rá az embernek pénze, nem volt munkavállása, nem volt hozzá, még ráadásul a balett előképzésem is rossz volt, és ott voltam a világ tetején, mert azt mondtam, hogy én meg fogom csinálni. És ott voltam, apácáknál laktam, és most, hogy olvastam a Lady Gaga életrajzát, egy pár utcával odébb, ő akkor tanult zongorázni. Amikor én már balettiskolába jártam, és már fejemre keresztbe húzogattam a csíkokat. Nagyon hálás vagyok Lady Gaga-nak, mert annyira elmebeteg dolgokat kap magára, hogy végre én elfogadható vagyok. Tehát megvan a fiókom. Eddig az volt, hogy Jézusom, beteg, zárják be, és most azt mondja, ja, ő magyar Lady Gaga, tessék, csak teljesen rendben van. Se, engem hívtak a Nemzet Miss Csótányának, nagy Feró után, nem mondtam, köszönöm szépen, nagyon szeretem Ferót. Pinkhez is hasonlítottak, én mindegyiknek nagyon örülök. Fantasztikus emberek. Figyelj, itt az elmúlt másfél-két órában folyamatosan gyakorlatilag hullámvasútról beszélgettünk. Ugye mondtad te is, hogy egyszer fent, egyszer lent. Kinek mikor milyen kedve van, ugye? Igen. Hogy látszik. Igen. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, ha most nem lenne a színpad, kifeküdnél? Már bocs, hogy ilyen nyersen kérdezem, de akkor most? Hát, fú. Nagyon-nagyon sok olyan mélység volt, ahol tényleg rettegtem, féltem és remegtem, és hogyha nem lett volna a zene meg a zenekar, és ezt el is mondtam nekik, akkor én nem is tudom, hogy mit csináltam volna. Mondjuk gondoltunk itt arra például, hogy ugye egy babád elment. Igen. Hát ez volt az egyik nagyon-nagyon durva dolog. Vannak olyan fényképek fent az interneten, amikor rajtam egy ilyen nagy vörös angyalszárny van. Ráadásul fordítva, egy nagy vörös angyalszárny, és egy ilyen vérnek látszó folyadék így csorog le a fejemről. Sokan kérdezték, hogy ez egy borzasztó kép, ez egy nagyon erős vizuális image, hogy ez erre miért volt szükség, és hogy ez micsoda, mert egy picit olyan diszonáns és olyan félelmet keltő, és az a helyzet, hogy most Benjikénk előtt volt egy kisbabánk, aki elment, és hát így a Volt Fesztiválon volt föllépésünk, és amikor mentünk lefelé, akkor még nem tudtam, hogy mi van a babával a pocakomban, de hát akkor már jó ideje ott volt a pociba. És így egyszerűen annyira vergődtem emocionálisan a között, hogy Jézusom, akkor most itt mi fog történni, és hogy annyira szeretnénk a babát is, hogy mi lesz vele, és hogy túl fog-e élni, hogy meg fog-e maradni, és ez a nőknek biztos ismerős lett ez az érzés, hogy egyszer rettegsz és remegsz, és visítanál, üvöltenél a félelemtől, meg a fájdalomtól, és én meg hozzászoktam ahhoz, hogy minden problémámat így egy picit oda fölpakolom a színpadra, nyilvánvalóan nem elmondom, hogy nem tudtam befizetni a lakbért, hanem egy kicsit inkább oda viszem, emocionálisan eltáncolom, eléneklem, kiugrálom, megmutatom, és akkor valahogy a koncert végére ezt így föllövöm, mint egy ilyen rakétát, ami szétpukkan a levegőbe, és így a pernyeként lejön, és fölvettem ezeket a szárnyakat, mert olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen furcsa, zavart angyal lennék, aki föld és ég között így keresi a helyét, és nem mer szitkozódni, de úgy kérdezi, hogy most ezt miért, meg hogyan, meg hogy mennyit kell még kibírni. És ugye fejjel lefeje volt az angyal szárnya, mert mégse angyalnak gondolom magam, és azt mondtam a menedzserünknek, a Jávor Petinek, hogy itt van ez a vérnek látszó valami, ezt lehet, hogy majd kijövök a koncert közepén, ezt öntsd el. Nem szólt semmit, már be van idomítva. Jó. És akkor tudom, hogy az öcsém énekelt egy számot, és így kimentem, és így remegtem. És így mondtam, hogy öntsed. Hova? Ahova gondolt. És fogt, és így öntötte rá a fejem. És így belefolyt az arcomba, így belement a szemembe, és így nem láttam semmit. És ez a rozzant szárny így rajta volt a hátamon, meg ez a hatalmas csizma. És így megpróbáltam kimenni a közepére a színpadnak, láttam messziről a mikrofont, így tényleg nem, a szemembe folyt, tehát ilyen rózsaszínes, piros volt minden, nagyon fáj, és így vakon odaértem a színpad közepére, megfogtam a mikrofont, így letérdeltem, és így a következő három számot így majdnem üvöltöttem.
És így annyi feszültség, meg kérdőjel, meg mindenféle dolog így kijött, kisült belőlem, és emlékszem, hogy így végre, amikor ki tudtam nyitni a szememet, mert ugye kikönnyeztem ezt a folyadékot, akkor így láttam, hogy a volt fesztivál tömege, aki azért megy oda, hogy szórakozom, hogy így áll. És így az ilyen nagyon durva metál arcok is, akik ott ilyen bőrgye kibeött álltak, azok is így, és olyan aranyos volt így, ugye, amikor közelebb mentem a tömeghez, kérdeztem, minden rendben van-e, mindenki oké, okay. Akkor odajött az egyik ilyen nagy bőrgyek is, a sörét így odaadta. Gondolta, hogy látta, hogy valami nagy... Lehet, szomjas vagy. Ő ezt tudta, oké. Okay. És azóta is érdekes, hogy hívják a fókuszos emberkét, aki a fókuszt vezeti? A... Gönci Gábor. A Gönci Gábor akkor ott volt a tömegben, és utána fölhívott pár hónappal később, azt mondta, hogy olyan elemi erővel hatott rá az a koncert, hogy ő azt nem tudta hova rakja, de hogy azóta is így följön neki, előjön, és hogy szeretne velem beszélgetni, meg segíteni a zenekaromnak. És rengeteg emberrel találkoztam, aki így ezt mondta, úgyhogy így nagyon örülök, hogy egy picit meg is oszthattam az emberekkel, hogy a problémámat fölvittem, és nagyon sok embernek köszönöm szépen. Köszönöm. Hogy tulajdonképpen nekem így működik a színpad. Ha valami nagyon nagy boldogságom van, például a kisbabámnak rengeteg nótát írtam, dalt írtam. Például a hangaszál, ugye? Az hangaszál, igen, hangaszál, meg a Don't Go Home. Rengeteg, majdnem az utolsó két albumomban az összes dalban benne van valamilyen formán a kisbabám, és azt is fölviszem. Ha jó kedvem van, akárha pasizhatnékom van, nyilván nem pasizok, mert én most már párom van most már 24 éve, de hogyha úgy megnéznék férfiakat, akkor ezt is közlöm velük, hogy igen, észrevettem, hogy milyen jóképű emberülét. Tehát így simán ilyeneket megmondnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, látom, hogy kicsit le vagytok eresztve. Legyen itt valami, vagy csak ücsörögjünk, vagy buszlakonunk, vagy most csinálunk. És akkor ez az őszintesség így általában jó. És ezt úgy érzem, hogy amikor egy közösség így összegyűlik, és így középre rakja az asztalra, amit hozott, a boldogságot, a szomorúságot, a problémákat, a felfedezéseket, az elkeseredést, akkor ugye végre így összegyűrjük, mint egy ilyen nagy gyurma, mindenféle szín lesz belőle, és akkor mindenki hazavisz valamit belőle, ami új. Mi most ide kíváncsiságot hoztunk, szerinted mit viszünk haza? Hát én egy kicsit azért megijedtem, én azt hittem, hogy ez egy kisebb volumenű dolog lesz. És kiindultam itt ebbe a helységbe, és így mondtam, hú, miért nem hoztam egy szebb cipőt, meg mondom, hogy ennyi ember jön, hogy én remélem tudok valami jót mondani, ami érdekes lehet, és hát remélem, hogy tudtam. Így kipakoltam, amin van. Úgyhogy... És hogy érzed magad, hogy kipakolhattad? Én örülök nagyon. Jó esetet, hogy beszélni róla? Én nekem nagyon. Hát inkább a közönséget kérdezünk meg, hogy... Megkérdezem a közönséget is, és szerintem azért jól éreztük magunkat mi is, nem? Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi is a kérdése? Mindjárt kiderül.